megnyitotta kapuit a karcagi ifjúsági és lurkó iroda Kifli. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere is. Sípos Viktória Ivett, a karcagi ifjúsági és lurkó iroda vezetője tájékoztatta nézőinket, hogy abból a célból került az iroda létrehozásra, hogy a helyi fiataloknak egy olyan közösségi tere legyen, ahol rendezett körülmények között is ki tudnak kapcsolódni. Azért hoztuk létre ezt az irodát, illetve azért próbáljuk tökéletesíteni ezt az irodát, hogy Karcag fiataljainak legyen egy olyan közösség, egy közösségi tér, ahol nyugodtan ki tudnak kapcsolódni kultúrkörülmények között, és ne csak a különböző szórakozó helyekre menjenek, illetve vannak ugye a különböző programok, és a programokat itt szeretnénk majd kivitelezni. Vannak stábtagjaink, és őket szoktuk általában megkérdezni, illetve az iskolákban esetleg közvéleménykutatást tartani. Tényleg érdeklődünk, hogy mi az, ami érdekli őket. Általában a filmklubok az ilyen alkalmak, akkor különböző kommunikációs, fejlesztő alkalmak, stábtalálkozók. Ez a lehetőség azok számára adott, akik Karcagon tanulnak, tehát hogyha bejárnak a Nagykunrefibe, a Tekóba vagy a Varróba esetleg, akkor adott számukra ez a lehetőség. A további célkitűzéseik köz szerepel, hogy egész kicsiknek, óvodás korosztálynak is tartsanak majd foglalkozásukat. Hát bárki ide, aki szeretne, jöhet, de én tervezem, hogy majd legyen olyan alkalom, ami kifejezetten a lurkók és az ovisok számára adott, de szeretnénk, hogy főleg a fiatalság, de tényleg semmiféle kötöttség nincsen benne. Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere elmondta, hogy az iroda lehetőséget biztosít a fiataloknak a délutáni közös beszélgetésekre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Meghatározónak tartom azt, hogy a Karcagvárosi Diák Önkormányzatot nem csak létrehozni sikerült évekkel ezelőtt, hanem folyamatos működését tudjuk biztosítani. Az, hogy a Diák Önkormányzat tudjon működni és olyan programokat megszervezni, ahol jól érzik magukat a fiatalok, ahol tudnak egyeztetni, ahol el tudják tölteni a szabadidőt úgy, hogy az a sajátjuk, és egyben alakítani is tudják ennek a környezetét, annak elengedhetetlenül fontos része az, hogy legyen egy saját irodájuk, egy olyan hely, ahova ők mennek, ahova egymást várják a fiatalok, és amelyet, ahogy mondtam is, ők alakítanak ki. Ez egy ilyen helység, ugye ez a Kifli, a Karcagi Ifjúsági és Lurkó iroda, ahogy hallottuk, nem egy pékség, hanem tényleg egy olyan iroda, amely ezt a munkát fogja koordinálni. Lehetőséget biztosít a fiataloknak a délutáni közös beszélgetésekre, a szabadidő hasznos eltöltésére, és azt gondolom, hogy magának a Diák Önkormányzatnak, a vezetőségének egy olyan lehetőség, ahol meg tudnak beszélni különböző programokat, elő tudnak készülni olyan programokra, amelyekkel tudnak csatlakozni a városi programokhoz, és amelyel szerintem még segíteni is fogják tudni a nagy városi önkormányzat működését. Egy város akkor város, hogyha minden polgárának lehetőséget adunk arra, hogy az ő elgondolásait, kívánságait meg tudja, el tudja mondani, tovább tudja felénk irányítani. Én azt gondolom, hogy a fiataloknak a hangja a jövő szempontjából is nagyon fontos, meg kell hallgatni őket, meg kell hallani az ő hangjukat, és be kell építeni azokat a gondolatokat, amelyek bennük megfogalmazódnak, és lehet, hogy nekünk egy picit idősebbeknek eszünkbe sem jut. Ehhez szükség van a párbeszédre, de mindenképpen szükség van egy olyan helyre, ahol ők ezt egymással tudják megbeszélni. Természetes, hogy egy Diák Önkormányzatnak van vezetősége. Ennek a vezetőségnek a feladata az, hogy ezeket az összejövő információkat, összegyúrt kívánságokat majd továbbítsa az önkormányzat irányába, és majd közösen próbáljuk meg megoldani ezeket a gondokat, problémákat, lehetőségeket, kívánságokat. Sok-sok minden elő fog jönni. A városvezető az önkormányzat és saját maga nevében is átvette a Csiga díjat, amely Diák Önkormányzattal történő szoros együttműködésük példájának elismerése volt. Nagyon meglepődtem, hiszen ahogy mondtam is, már a Dériné mint intézmény kapott egy ilyen díjat, hiszen próbáltuk egyengetni a Diák Önkormányzat útját. Ugye valamikor a 2014-15-ös években
Egy pályázatból próbáltuk meg először a Diák Önkormányzatot, a Városi Diák Önkormányzatot felállítani, és azóta is azon dolgoztunk ott kollégákkal, hogy ez a Diák Önkormányzat életképes legyen, megmaradjon. Segítettük folyamatosan nyilván, ahogy és amiben tudtuk. Az önkormányzat is mellé állt a fejlesztésnek. Próbáltuk megkeresni azokat a lehetőségeket önkormányzati képviselőként is, de Dobos László polgármester úr is mindenképpen mellette állt ennek a kezdeményezésnek. Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzat díja is egy hosszú munka eredménye. Azt, hogy engem személyesen is megtiszteltek ezzel a díjjal, ezt én nagyon szépen köszönöm. Meglepődtem, nyilván nem ezért kezdtem hozzá a Diák Önkormányzat támogatásához, mert egy díjra vágytunk, de egy nagyon jó leső érzés azt gondolom mindenkinek, hogyha elismerik munkáját. Köszönöm szépen nekik ezt a díjat.